A város óvónőit, tanítóit, tanárait köszöntötték a Városi Pedagógus Napon tegnap délután. Hogy kik vehettek át elismerést, azonnal mutatjuk. Előtte azonban képes ajánlom a híradó többi témájából. A meg nem született gyerekek tiszteletére avattak emléktáblát a Toldi kórházban. Tisztújítás, új tisztségviselőket választott tegnap a Városvédő és Szépítő Egyesület. És újra kinyitnak a borászatok, vasárnap lesz a nyitott pincenap, ingyenes buszjáratok is lesznek. Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket a Városi Televízió pénteki híradójában. Szalókiné Karkus Irén, Diósiné Kósik Erzsébet és Somodi Rudolfné vehette át idén a Városi Pedagógiai Díjat. Először átadták az év ceglédi szakmai tanári díjat, ezt Juhászné Pónert Ágnesnek ítélték oda. A ceglédi tankerület díját, pedagógiai díját pedig dr. Antal Andrásné vehette át. Ahány iskolatípus, szinte annyi fenntartó, de mégis egy ünnep. Kezdte ünnepi beszédét az alpolgármester Hegedűs Ágota. A tanítás az egyszerű halandó szemszögéből könnyű, erőfeszítés nélküli tevékenység. De emberekkel foglalkozni, átadni nekik az előző generációk által felhalmozott tudás nem könnyű, sőt, az egyik legnehezebb misszió. Munkátok nyoma ott lesz tanítványaitok mindennapjaiban. De köszöntötte a pedagógusokat a ceglédi tankerület igazgatója Fodor Gábor is. Ma van az első olyan pedagógus nap, amikor az intézmény fenntartás és működtetés már teljesen átkerült a fenntartóhoz, illetve hát a tankerületi központokhoz, kivéve az óvoda pedagógusok esetében természetesen, és mégis, ezért mondom, hogy hagyományteremtés, együtt ünnepelünk ez alkalommal is. És azt szeretnénk, hogyha ez a később évben is így lenne. Megalapították a ceglédi tankerületi központ pedagógiai díját is. Ezt is átadták az ünnepségen. Dr. Antal Andrásné a Várkonyi István általános iskola pedagógusa vehette át. De idén először átadták az év ceglédi szakmai tanára díjat. Ezt Juhászné Pónert Ágnes kaphatta most meg. Ceglédváros legnagyobb pedagógiai szakmai elismerését pedig idén Szalókiné Karkus Irén, a Széchenyi úti óvoda pedagógusa. Diósiné Kósik Erzsébet, a Szentkereszt katolikus általános iskola és óvoda pedagógusa. És Somodi Rudolfné, a Táncsics Mihály általános iskola pedagógusa vehette át. A Városi Pedagógus Napról hosszabb összefoglalót láthatnak a híradót követő háttérmagazinunkban. A meg nem születettek emlékére avattak táblát a Toldi kórházban. A ceglédi intézmény az országban a 16., ahol így módon is tiszteletüket fejezik ki a meg nem született gyerekekért. A kezdeményező a Magyar Keresztény Misszió Alapítvány. Az ország több kórházában is emléktábla áll meg nem született embertársaink tiszteletére. A Magyar Keresztény Misszió a ceglédi Toldi kórházat is megkereste. Az intézmény első szóra csatlakozott a kezdeményezéshez. Külön köszönöm nekik ezt a lehetőséget, amelyet mind a fenntartók, mind a középvezetői szerv támogat, és úgy gondolom, hogy nagy örömmel csatlakozik a kórházunk és ez a kezdeményezéshez. A Magyar Keresztény Misszió 1995-ben alakult, 2009 óta végez magzatvédelmi tevékenységet. 2013-ban felmerült az igény egy állandó emlékhely kialakítására a kórházaknál, és ezt elsőként az akkori főpolgármester helyettes dr. Szentes Tamás támogatott. Utána megkerestünk több képviselő urat, civil szervezetet és egyházat, és többektől kaptunk támogató levelet, és így a tisztelt jelenlévők közül is. Egyre többen a kezdeményezés mellé állnak, így az országban a ceglédi a 16. kórház, ahol emléktáblával is tiszteletünket fejezhetjük ki a meg nem született magzatok előtt, mondta Klemenics Ildikó. Minden ember élet tiszteletet hordoz is és érdemel is, és azáltal, hogy megszülettünk és a mi életünk formálódik minden eseményen keresztül, minden helyen, ahova az élet minket visz. Az emléktáblát Kusztai Dezső és Klemenics Ildikó leplezte le a kórház audájában. A Római Katolikus Egyház részéről Faragó Artúr, a Református Egyház képviseletében pedig Hánka Levente mondott áldást.
Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Az ünnepélyes avaton emlékplakettet vehetett át dr. Pusztai Dezső, valamint Ágostné Cséri Gabriella, a kórház lelki gondozója. Bíróság elé álltak a gyanúsítottak, mint már arról korábban beszámoltunk, a napokban nagyszabású rendőrségi akciót hajtottak végre Jászkara Jenőn és Tisza Jenőn. A házkutatások során több mint 1 millió forintot, valamint 2 gépjárművet és majd 100 g kábítószer gyanús anyagot foglaltak le, 5 szemét vettek őrizetbe. Több tucatnyi ember állt ma sorfalat a bíróság épülete előtt. Családtagok és ismerősök várták a fejleményeket az őrizetbe vett rokonaikkal kapcsolatban. A Kossuth tér parkolóit rendőrautók töltötték meg. A napokban Jászkara Jenőn és Tisza Jenőn elfogott őrizetbe vett személyeket szállították a bíróságra. A nyomozóhatóság az 5 személyt bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal való visszaélés büntette, megalapozott gyanú miatt hallgatta ki a mai nap folyamán, és egyúttal előterjesztést tett a Cegédi járás ügyészségnek valamennyi, azaz mind az 5 fő esetében az előzetes leválasztás indítványozására, amelyet a Cegédi járás ügyészség meg is tett, és a Cegédi járás bíróság a mai napon mind az 5 fő meghallgatásával ülést tart és dönt a kényszerintézkedés elrendelése tárgyában. Az interjú készítésekor kora délután a vezetőügyész azt is elmondta, hogy 5 főből egy már biztosan vallomást tett, de a többiek egyelőre nem nyilatkoznak. Mint arról már korábban beszámoltunk, a rendőrségi akció során több mint 1 millió forintot, valamint 2 gépjárművet és majd 100 g kábítószergyanús anyagot foglaltak le. A bíróság mind az 5 gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezte. Új tisztségviselőket választott tegnap a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület. A szervezet munkáját elnökségi tagként segíti a továbbiakban Hernádiné Hiba Judit és Halminé Józefa is. Új tisztségviselőket választottak tegnap a városvédők. A tagság nagyarányú részvételével lezajlott közgyűlésen az elnökségbe választottak új tagokat. Az egyesület tagjai végül 2 tagtársnak, Hernádiné Hiba Juditnak és Halminé Józsefának is bizalmat szavaztak. Hogy az egyesület munkájában mely részt lesz majd az ő kiemelt feladatuk, az ma az első elnökség ülésen derül ki. Néptánc az udvaron, erdélyi ízek kóstolása és közös sport volt ma a program a Várkony István általános iskola felső tagozatán. Az intézmény diákjai nemrégen jártak Erdélyben a határtalanul program keretein belül, és rengeteg élménnyel tértek haza. Ma, a Nemzeti Összetartozás napjának adózva, felidézték az ott töltött időt és a szép emlékeket. Népzenétől volt hangos a Várkonyi István általános iskola felső tagozatának udvara. Diákok és pedagógusok sokasága állt össze, hogy bemutassák az Erdélyben tanult táncokat, melyet szemmel láthatóan mindenki nagyon élvezett. Az ebédlőben pedig különleges erdélyi ízeket kóstolhattak a kíváncsiak. A kenyér és kalácsszeleteket különböző finomságokkal kenték meg. Volt zakuszka, padlizsánkrém, áfonya, eperlekvár és erdélyi havasi méz is. A diákok nemrég jártak Erdélyben és rengeteg élménnyel tértek haza. Nagyon arányosak és szívesen fogadtak bennünket az iskolájukban. Sok barátság is szövődött ott az erdélyi gyerekekkel is. Ma pedig a Nemzeti Összetartozás napjának adózva idézték fel erdélyi emlékeiket, mondta az egyik szervező, Fleckensteini Horváth Melinda. Az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiadott pályázatról van szó, aminek ugye a fő célja a külhoni magyarsággal való kapcsolattartás, az ottani szokások, ismereteknek a mélyítése, megismerése, és hát itt az iskola is ugye harmadik alkalommal járt kint Erdélyben, illetve a harmadik alkalommal pályázott, sőt már elárulhatom, hogy a negyedik pályázatunk is beadásra került, tehát célunk, hogy ez folytatólagos legyen. A gyerekek itt testközelből ismerhették meg Erdély szépségét, illetve az ott élő magyarok szokásait, folytatta. Ez hatalmas élmény és tapasztalat, valamint hatással bír a diákok szociális fejlődésére és a hagyományok éltetésére.
Vasárnap újra kinyitnak a ceglédi borászatok, mindenkit szeretettel várnak a nyitott pincenapra. A pünköshöz kapcsolódó hagyomány célja, hogy a borkedvelők ne csak a térség borait, hanem a borászokat, a borászatokat is megismerjék. Az érdeklődők ingyenes buszjárattal látogathatnak el a borászatokba. Pünkös vasárnapján megnyitják kapuikat a ceglédi és környéki pincészetek, ahol a helyi bortermelők színes programokkal, finom ételekkel és jó borokkal várják a vendégeket. 2008-ban azért vállalkozott a város ennek a cegléden még ismeretlen rendezvénynek a megszervezésére, hogy baráti kapcsolatot alakítsanak ki a borászok és a borkedvelők között. Segítsék a turizmus irányába is nyitó borászokat és boraik népszerűsítését. Idén 9 borászatot látogathatnak az érdeklődők, és természetesen most is buszokat indítanak a szervezők. Kóstolójegyet, poharat és buszjegyet a Turinform irodában lehet vásárolni. A menetrend szerinti autóbusz a Városháza elől indul 10 órától. A nyitott pincenap részletes programja, leírása a város honlapján, a ceglét.hu-n is olvasható. A meteorológusok szép időt ígérnek a hétvégére, úgyhogy ha nincs még programjuk vasárnapra, érdemes kilátogatni a borászatokba. Kedves nézőink, köszönöm pénteki és egyben egész heti figyelmüket. Friss híradóval legközelebb majd hétfőn este 6 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!